Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket Nagybőjt 5. vasárnapján. Külön szeretettel köszöntöm a Tolnatáj Televízió nézőit, akik a televízió közvetítése segítségével kapcsolódhatnak majd be az ünnepi szentmisénkbe. Ezt a mai szentmisét hazánkért, a keresztény Magyarországért és a békéért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg vétkeinket, hogy méltóképpen tiszta lélekkel ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek a szent áldozatnak ereje, miután a keresztény hit tanításában részesülünk Krisztus, a mi Urunk által. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, aki egykor utat készített a tengeren át, és ösvényt a nagy vizekben, aki kivezette a harci szekereket és a lovakat, a hadsereget és a hőst. Elbuktak és nem keltek föl többé, odavesztek és kialudtak, mint a mécses lángja. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, és már sajadóban is van, nem látjátok? Valóban utat készítek a pusztában, és folyókat a sivatagban. Dicsőíteni fog a mező minden vadja, a sakálok és a sturcok, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak népemnek, az én kiválasztottamnak. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet. Ez az Isten igéje. Amen.
Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljon vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasság törésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább foggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, s tovább bírt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken. Csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította. Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, jó pár évvel ezelőtt történt, motorommal mentem haza innét a plébániáról, egy késő este volt már, sehol senki a 61-es főúton. Aztán odaérek az utcánkhoz, bekanyarodok, ott is sehol senki, este van már. És ahogy megyek tovább, egyszer csak egy furcsa hangjelzést hallok a hátam mögül, és hát a házak ablakai látom, hogy kék meg piros fények villogása tükröződik. Hát mondom, ez baj lesz. Megálltam. Hát jönnek a rendőrök, kiszállnak az autóból. Jó estét kívánok. Hát gondoltam magamban, hogy nem biztos, hogy annyira jó este lesz ez. És hát elkérik a
okmányaimat, rendben van minden, és aztán kérdezi, hogy tudja, hogy miért állítottuk meg? Nem tudom. Hát azt mondja, nem használta az irányjelzőt, és úgy kanyarodott be jobbra. Hát mondom, nem jó az index a motoron, a öreg motor. Hát akkor az a szabály, hogy ki kell tenni a kezet jobbra, hogy akik a közlekedésben részt vesznek, azok is tudják, hogy mi a szándéka. Hát mondom, az oké, csak rajtam kívül senki nem vett részt a közlekedésben, mert sehol senki nem volt. Hát beismeri a szabálysértést? Be, hát természetesen. Hát akkor itt egy csekk, 20 000 forint, holnap fizesse be a postán, jó van, rendben van. És úgy elgondolkodtam, hát a rendőrnek végülis igaza volt, szabálysértés, hogy gondolkodtam rajta, hogy ezt meg kell-e gyódni vajon. És úgy odáig jutottam el, hogy valóban a szabályt megsértettem, de hát a szabályok azok azért vannak, hogy az emberi életet, a saját életünket, egészségünket és mások életét, testi épségét védjék. No de hát amikor nincs kit védeni, hát akkor ha nem alkalmazom azt a szabályt, akkor mi történik? És hát odáig jutottam, hogy erkölcsileg talán nem volt helytelen, viszont a szabályt megsértettem. És testvérek, jó, hogyha a törvényeket, a szabályokat leírjuk, de lényeglátás nélkül sokszor átokká is válhat egy-egy helyzetben az a szabály. Ezt az asszonyt Jézus elé viszik. Házasságtörésen érték. Hát valóban a házasságtörés az súlyos bűn. Isten 6. parancsolata azt mondja, ne törj házasságot. A mózesi törvény még tovább is megy, és azt mondja, hogy aki ilyet tesz, azt meg kell kövezni. Ebben a történetben azonban van egy nagy álszentség. Hát egyedül senkit sem lehet házasságtörésen érni. Hát hozzák ezt az asszonyt. De hol a férfi szereplő? Ja, hát őt nem hozzák. Csak az asszonyt. Quod licet Jovi. Non licet bovi. Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Ez a kettős mérce. És mennyire szeretjük, testvéreim, a másik embert lemérni a paragrafusokkal. És általában ez a méricskélés úgy élvezetesebb, hogyha olyan területeket választunk ki a méréshez, amiben mi teljesen jók vagyunk, és a másik gyengélkedik. Például itt vagyunk a vasárnapi szentmisén. Az Úr napját szentelt meg. Mi ezt megszenteljük, megtesszük. Ebben mi jók vagyunk. És olyan könnyen mondjuk azt, hogy bezzeg, akik nem jöttek el. Bezzeg, akiknek ez nem fontos. Azoknál mi jobbak vagyunk. Hát ezen a területen biztos. Aztán házasságtörés, házastársi hűség. Aki szépen él a családjába, harmonikusan, hűségben, hát az olyan könnyen leméricskéli azokat, akiknek ez nem sikerül, vagy akik nem ezen az úton járnak. Mert ő ebben tiszta. Vagy egy más téma, egészséges életmód. Aki foglalkozik a saját egészségével, hogy mozogjon, figyel oda az étkezésre, hogy mit eszik, mennyit eszik. És olyan könnyen ránéz a másikra, hogy na, ez aztán nem foglalkozik semmivel se. Leméri a másikat. Hát testvérek, ilyenek vagyunk. Jézus, amikor a porba ír, nem tudjuk, hogy mit írt. Ezt nem őrizte meg a Szentírás. De az biztos, hogy ráébreszti a körülötte állókat, hogy a bűntől senki sem mentes. Lehet, hogy akik azt az asszonyt odahozták, ők nem házasságtörők, de hát ő bennük is ott vannak a bűnök. Mindenkiben ott van a bűn. De hát mi is az a bűn? Manapság nem divat ezt emlegetni. Múltkor egyik temetés után egyik ismerősöm megjegyezte, hogy ő ritkán jár temetésre, és hát ő nagyon figyelt a temetési szertartás alatt, és feltűnt neki, hogy a katolikus temetés ima szövegeiben, énekszövegekben gyakori elem, hogy az elhunyt számára a bűnbocsánatot kérjük.
Könyörülj, Istenem, én bűnös lelkemen. Bocsásd meg bűneit az elhunynak, és bocsásd őt szent színed látására, stb. Nekem ez már úgy föl se tűnt, aztán úgy tudatosan néztem, és látom, hogy tényleg tele van ilyen fohászokkal, könyörgésekkel. De hát az ő barátja, akit temettünk, hát az egy nagyon jó ember volt. Sokszor a bűn úgy él bennünk, testvéreim, hogy kinyitjuk a Hozsanna imakönyvet, ott van egy lelki tükör, két oldal, tételesen van egy felsorolás, és hogyha valamelyik tételt a magamévá tudom tenni, hát akkor van mit gyónni, akkor van bűnöm, de van olyan, aki azt mondja, hogy hát egyiket se tudom magamévá tenni, hát akkor nincs bűnöm. Egyik faluba, vidékre elmentem ige liturgiát tartani, és készülöttem a sekrestyébe, bekopogtatott egy idős asszony. Azt mondja, hogy akar velem beszélni. Hát mondom, tessék. Azt mondja, meg szeretnék gyónni. Hát mondom, ez nem jó, mert hogy én csak szerpap vagyok, és a gyóntatni az áldozópap gyóntathat. Húha, hát akkor van egy kérdése. Hát tessék. Azt mondja, két héttel ezelőtt meggyóntam, de múlt vasárnap nem voltam misén. Hát akkor most áldozhatok, vagy nem áldozhatok? Szent misét mulasztottam. És hát kérdeztem, hogy hát miért nem volt szentmisén? Hát azt mondja, hogy nem volt szentmise. Hát úgy már mindjárt más. Vagy egy másik alkalommal hasonló helyzet. És azt mondja idős úr, hogy hát beteg voltam, elvitt a mentő a kórházba, nem tudtam menni szentmisére. Hát akkor, hogyha beteg volt, hogy tudott volna menni? De azt mondja, megnéztem a televízióba, Tolnatáj televízióba egy szentmisét, és akkor részt vett benne. És ugye itt volt ez a pandémiás helyzet, amikor az egyház is rendelkezett arról, hogy aki nem akarja vállalni a kockázatot, vagy az egészségi állapot, ami a túl nagy kockázat, hogy templomba jöjjön, annak úgy is érvényes a vasárnapi szentmise, hogyha otthon megnézi interneten, vagy televízión, vagy rádión bekapcsolódik. És aztán sokan úgy el is kényelmesedtek, hogy amikor az egyház visszavonta ezeket a rendelkezéseket, akkor azt mondták, hogy hát végül is rátaláltunk valami szentmisére Budapesten, és ott az sokkal érdekesebb volt, mert külön liturgikus elemek voltak, színesítik a liturgiát, és hát nem olyan hagyományos, mint amilyen itt. És úgy rátapadtunk a képernyőre. De mi is a bűn? Elszakadás az Istentől. A vele való kapcsolat felbontása. És ez nem paragrafus kérdés elsősorban. Nem olyan kérdés, hogy mi van a Hozsanna imakönyvben. Aki Istennel éli az életét, neki csak egy parancs van, amit Jézus mondott. Szeresd az Istent, és szeresd embertársadat. És az azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy a többi törvény nincs érvénybe, hanem ebbe az egybe benne van a többi is, az ószövetségi parancsok is. De ez az egy, ez összefoglalja. Mert Jézus Krisztusban az Isten annyira közel jött hozzánk, hogy beletestesült a mi emberi világunkba. Az új szövetség embere az lehet a legközelebb az Istenhez. És minél távolabb van az ember az Istentől, annál többet kell írni. Az Ószövetség az készült erre a találkozásra, és ott volt a 10 parancs. Hosszas szöveg. Aztán ott vannak a mai polgári törvények. Még hosszabb szövegek. Még több a paragrafus. És minél több a paragrafus, testvéreim, annál jobban lehet közötte lavírozni. Egy idő után aztán megjelennek azok a törvények is, amelyek egyenesen ellene mondanak az alapvető isteni törvényeknek. Például magzati élet védelme, vagy eutanázia. Sok államnak a törvényében ez legalizálva van. De hát mi tudjuk azt, hogy ne ülj parancs elleni vétek. Vagy állami törvények szerint el lehet hagyni a családot, ott lehet hagyni a gyerekeket, lehet másik családot alapítani, sőt harmadikat is, és törvényes. Isten parancsa pedig az, hogy ne törj házasságot. Vagy amikor halljuk a hírekben, hogy nagy vezérigazgató egy vállalat élén
hát sikerült neki, hogy tönkretenni a céget, és amikor leköszön, akkor kap egy 100 milliós végkielégítést, mert hát le van írva a törvényben, meg a szerződésben is, hogy az jár neki. És akkor mondják, hogy hát törvényes, de nem etikus. De hát ezt ugye lehet magyarul is mondani, hogy erkölcstelen. Mert az isteni szeretettel szembe megy. Szent László király életéről szól egy film, az a címe, hogy Szakra korona, hát több mint 20 évvel ezelőtt forgatták, és van ott egy tanulságos jelenet számomra. Két martalóc, Peterd és Bikács vidéken fosztogatnak. És egy templomban menedéket kereső parasztokkal akarnak végezni. És az őket rejtegető papot a templom lépcsőjén meg is ölik. Aztán bemenekülnek a templomba, bezárják az ajtót. És megérkezik Szent László király. Bedörömböl az ajtón. Gyertek ki! És kiszólnak, hogy menedékhely, menedék, a templom menedék, a törvény véd minket, nem bánthatsz minket. És akkor azt mondja a Szent László, hogy a templom menedék, de nem a semmire kellő aljas gonosztevőknek, mint ti vagytok. És betöri az ajtót, és leszámol velük. Az írástudók és a farizeusok a törvény alapján ítélkeznek, de nincs kapcsolatuk az élő Istennel. Ez nagyon veszélyes dolog. Amikor a törvény alapján ítélkezünk, és nincs kapcsolatunk az élő Istennel. Az asszonyt a törvény elé akarják állítani. És közben nem is tudják, hogy az irgalmas Isten elé állították oda. Sőt, azt se tudják, hogy ők maguk is ott állnak az irgalmas Isten előtt, aki mindegyiküket ismeri. De közben felismerik lassan a saját bűneiket. De anélkül, hogy megbánnák, leteszik a köveket és eloldalognak, nem szólnak semmit. Az asszony pedig, aki ott marad egyedül, részesül a feloldozásban. Nem ítélek el, menj, de többé ne vétkezzél. És ez nem az, amire sokan gondolnak, hogy a könnyelműségre biztatná, vagy a könnyelmű életre. Hogy tudod mit? Elfelejtek mindent, élj, ahogy akarsz, ahogy kényelmes. A Isten az mindig szeret téged. Itt sokkal nagyobb történik. Az Ószövetségi olvasmányban hallottuk Izajás prófétától, amikor azt tanítja, ne arra gondoljatok, ami régen történt, én valami újat viszek végbe. Ennek az asszonynak nem leradírozták a szennyes múltját. Ő egy új életet kapott, egy új lapot, mert az irgalmas Istennel került kapcsolatba. Testvérek, a szentgyónás az nem egy radírozás, amikor leradírozzák a bűneinket a papírról. Nem egy szégyenletes történés, ahova lehajtott fejjel bemegyünk, és lehajtott fejjel kijövünk onnét, hanem egy új életnek a kezdete. Amikor gyónni mész, akkor ne vázlatpontok között lavírozzál. Amikor gyónni mész, akkor az irgalmas Istennel találkozol, aki nem elítél, hanem új életet ad neked, és lakomát rendez számodra. Az elmúlt 3 napban milyen szép volt látni Dombóváron azt a sok-sok bűnbánó testvért, lelki gyakorlatos miséken, olyan sokan elvégezték a szentgyónást tegnap este is az újdombóvári templomba. Készülődünk. De mire készülünk? A 2022-es húsvétra? Nem, sokkal nagyobbra. Az örök húsvétra szeretnénk mindannyian eljutni. Az Istenhez akarunk eljutni. Hát mindenkit bíztatok itt nagybőjt vége felé, az irgalmas Istennel való személyes találkozásra, a szentgyónás elvégzésére. Nagy ajándék ez mindannyiunk számára. Éljünk vele. Úgy legyen. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül a Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától, Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak, vendő örök életet. Testvéreim, járuljunk alázatos szívvel az isteni kegyelem trónusa elé, és kérjük mennyei atyánkat, hogy erősítsen meg minket gyöngeségeinkben. Add, Urunk, hogy mindenki tartsa tiszteletben a házastársi hűséget és a családok egységének megőrzéséért, legyen kész minden áldozatra. Kérünk, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai nagy bölcsességgel és szelídséggel gyakorolják lelki hatalmukat, amelyet Krisztus Urunktól kaptak. Kérünk, hallgass meg minket. Add, hogy az állami igazgatás igazságszolgáltatás a rossz szándékú emberek eltentésére és a vétkesek javulására szolgáljon. Add, hogy életünk nehéz helyzeteiben is mindig megtaláljuk a helyes megoldást. Add, hogy jó tetteinkkel sose hivalkodjunk, és hibáinkat mindig készségesen beismerjük. Add, hogy bűnbocsátó irgalmad ne könnyelműségre indítson minket, hanem irántad való szeretetre gyullassza szívünket. Irgalmas Istenünk, alakíts szívünket, hogy határozottan elforduljunk a bűntől, de legyünk megértők a bűnösök iránt, Szent Fiat szelídségét követve, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezed föl az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nemzet. Urunk Istenünk, fogadd áldozati adományunkat, és segíts minket,
hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, mellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt mi is dicsőítünk téged, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az áldozati adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és hitte vagyunk a tanulásodat. Amen. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel, a püspökök testületével, a papsággal és egész megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt szeretteinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével,
a szent apostolokkal és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, mi is részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnk dicsőséges eljöttét. Mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Nem vagyok méltó, ha én vagyok, hanem csak egy szóval mond, és csak az Isten. Thank you.
Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy Nagybőjtben vasárnap esténként, így ma este is, 6 órakor énekes vesperást imádkozunk az újdombóvári templomban, melyre szeretettel hívjuk a kedves híveket. A jövő héten a hétköznap esti szentmisék a szokott rend szerint lesznek templomainkban, a szentmisék előtt 5:30 órától keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Tekintettel arra, hogy a korlátozások, a járvánnyal kapcsolatos korlátozások megszűntek a templomokban, ezért jövő héttől persejezés is lesz már. Kérjük, hogy a szentmisék után a sekrestjében jelezzék azoknak az idős, beteg testvéreknek a nevét és címét, akik szeretnék otthonukban elvégezni a húsvéti gyónást és szentáldozást. A beteglátogatás nagy hét első felében lesz. Folytatódik a Karitász adománygyűjtése az újdombovári plébánián a háborús menekültek megsegítésére. Szeretettel kérjük és köszönjük a kedves testvérek eddigi segítségét, és továbbra is köszönettel fogadjuk adományaikat. Imádkozzunk a békéért és szenvedő testvéreinkért. Az Úr legyen veletek! És az a lelkeddel. Áldjon meg bennünket a mindenható és minket szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.